Fogságok gyűrűjében. Irán 2013. Első rész. Megnézi a naplementét. Itt most csak az nincsen szétlőve. Sajnálom, hogy így kellett találkoznunk. Minden az önbiztonsága érdekében történik. Ahol Mia ott van az asztal. Az útlevelére többé nincs szüksége. Búcsúzzon el tőle. Új élet kezdődik. Hogy is mondják? Isten veled, Eileen. Hazugságok gyűrűjében. 9 hónappal korábban. Történt valami. Anyád hívott volna. Ne ijeszd meg, kérlek. Biztos történt valami. Halil? Mit csinálsz?
És ha Aleph hazamegy? Nem fog. Már megtehette volna. A telefon se veszi fel. Tudom milyen. Ha menni akar, csak hadd menjen. Én már belefáradtam. A terápiát folytatjátok? Már egy hónapja nem. Azt hittem jár, fizettünk, de nem. Ti nem együtt jártatok? Én már régot hagytam. De minek is járja? Kezdettől fogva értelmetlen volt. Minek ide a párterápia? Nem velem volt a baja, Aileen. Egyáltalán nem velem. Mit mond az orvos? Ha engem kérdezel, az is csak egy csaló. Mindazok. És minek járjak én oda? Az apja vagyok én? Mi dolgom van ott? Te vagy a férje. Kösz, Aileen. Na jól van, menj haza, már a vége. Nem, én még maradok. Ugyan, fiam, menj csak. Hát jól van. Elnézést, főnök? Ja? Az az ember, ha jön holnap. Milyen ember? Azt mondta, a nagyfőnök szólja. Az az újságíró. Milyen újságíró? Szóltak, hogy a hó elején jön valaki, hogy beszéljen az isztambuli parancsnokokkal. Tudja, öntől is kért egy időpontot. Erre nem emlékszem. Na mindegy, majd reggel megbeszéljük. Reggel jöjjek önért, uram? Nem, nem kell. Csak. Kettes otthon van. Egyedül jött. Az asszony otthon. Kint nem áll senki. Maradj a helyeden és figyelj. Értettem, maradj. Becsukhatod a szemedet, megjöttem. Honnan tudod, hogy nem alszom, Ali? 25 éve ismerlek. Ennyit csak tudok, Feride. Na, jól van. És nemrég zártad el a tejavizet. Ne hagyj nyomot, szép Feridém. Máskor ne hagyj nyomot. Gyere haza. Alev az? Alev. Köszönök mindent. Ömert is puszilom. Persze, de holnap átjöttök, ugye? Még az is lehet. Most hazamegyek. Mondd meg Alevnek, hogy sajnálom, nem hívott vissza. Holnap megvárunk. Jó éjszakát. Jó éjszakát.
Jó ét. Jó ét. De Halil, egyenesen hazamenj. Ne csinálj hülyeséget. Mi van? Elfelejtettél valamit? Mi történt? Leesett a kulcsa az ülés alá. És? És dumáltunk még a kapuban. De ennyi, ugyanaz. Pasik egymás közt. Na, miért mondod ezt? Vagy gyere csak ide, te. Hm? Asimur! Bocsásson meg, én... Bocsásson meg, én szóltam önnek, biztos nem hallotta. Jevdet vagyok, Jevdet Korukán. Beszéltük telefonon. Hát, én kérek elnézést. Még ilyen Jevdet úr, Isten hozta. Jó napot! Jó napot! Üdvözlöm! Igazán örvendek. Ennyi össze is fizeztem, mert elég rosszul hallok. Őszintén sajnálom. Nem baj, Isten hozta. Jöjjön, menjünk be. Istenem, de zavarban vagyok. Képzelje, a szomszédnak van egy kutyája, hatalmas állat. Egész nap csak ugat az az állat. Szerintem ez kicsit miatta is van. Hallja? Most nem hallja. Menjünk csak be. Csinált egy kis limonádét az asszony. Megkínálhatom? Oh, nagyon finom.
vagyok én? Mit mondtál az előbb? Mit mondtál? Eileen asszony, valaki tegnap valószínű itt felejtette a telefonját, mert ez ugye nem az öné. Nem, de bárki is biztos keresni fogja. Amúgy ömergyógyszerei össze vannak készítve. Igen, asszonyom. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ömer, mindjárt itt a busz, te meg szöszmötölsz. Még apát is ki kell vinnem a reptérre, igyekezz. Ne csak nézz, haladj. Na jó, menj gyorsan, mos fogad. Miért vagy mindig mérges? Te is egy óra alatt kelsz fel. Há? Ennyi, és még feleselsz is. Edd a reggelit, ne szórakozz. Vége a szülinapnak, vissza kell térni a hétköznapokba. Hogyan hagyd? Kicsit még másnapos. Szelim. Szelim úr, csörög a telefonja. Köszönöm. Leteszem, majd visszahívlak. Jó reggelt, Ali. Mi újság, Szelim? Meg vagyunk. Feride valószínű itt felejtette a telefonját. Elnézést, hogy nem szóltam, hogy ilyenkor átjelent. Hogyan, Ali? Gyere csak be, megnézzük. Reggeliztél már? Persze, persze, köszönöm. Csak fogom a telefont és megyek. Az égre kérlek, Ali, ne ácsorogj odakint. Gyere be. Megyek, megyek, persze. Feride mondta, hogy hol hagyhatta a telefonját? Azt mondta, valahol a nappaliban lehet. Hát, már mindent elpakoltak a nők. Csörgess csak meg. Biztos lemerült. Azt mondja, nem elérhető. Mondd csak. A fiúnak tetszett a születésnap? Remélem, mert egy hétig nem dolgoztam, csak azzal foglalkoztam. Mehet. Annyi idős voltál, mint Ömer, Szelim, amikor apa odahozott. Hogy eltelt az idő? Elmúlik ez a rongyos élet. Kisebb voltam, mint Ömer. Adjaik, hogy egészségben, boldogságban élte az életedet a családoddal. Így legyen. Így legyen, így. Ali bátyám! Jó. Isten hozott. Szervusz. Megtalálta a bejárónő, de le is van merülve, és nem tudtam ki. Feride gyakran elhagyja a telefonját. Csoda, hogy téged nem hagy el. Ha el is hagyna, én megkeresném. Drágám, késésben vagyok. Hozom a kocsit, te hozd Ömert. Mehetünk, Ali bátyám? Hogyne, menjünk. Viszlát. Viszlát. Köszönjük a tegnap estét, Eileen. Mi köszönjük. Nagy örömet szereztetek Ömernek. Feride asszonyt is üdvözöljük. Átadom. Ömer, két másodperced van lejönni, mert megyünk. Na, jól van, Szelim, és jó utat neked. Köszönöm, Feride asszonyt is üdvözlöm. Átadom. Minden jót nektek. Ali bátyám. Mondd, mi a gond? Tudom, hogy te nem bírod a tömeget. Nyomasztó lehetett tegnap annyi ember közt. Köszönöm, hogy eljöttél. Ugyan már, Szelim, egy család vagyunk. Hát minden jót. Minden jót. Szelim? Mondd, bátyám. Te jól vagy, ugye? Jól vagyok, persze. Rendben van.
Akkor minden jót. Emberkém, este nagypapa jön érted, ne szállj be a buszba, a nagy jéghoz mész. Munka után megyek érted, jó? És ott is vacsorázunk. Rendben. Apa, mikor jön haza? Hétfőn. Ne felejtsd el a gyógyszereidet bevenni ebéd után, sok vízzel. Rendben van, szívem? Rendben. Anya nem is kap puszit. Anyára te vigyázol, fiam. És fogadj szót, megegyeztünk? Megegyeztünk. Mit hozzol nekem onnan? Mit szeretnél? Autót. Nincs még elég autód, nemrég kaptál. Szelim, gyere igyekezz, késésben vagyunk. Akkor számítógéped, de olyat, mint a tiéd. Te aztán tudsz élni, na nyomás, futás, elnekés. Ömer! Ha megérkeztél. Vissza akarok bújni az ágyba. Állj! El fogsz késni. Állj! Tényleg lekésed a képet? Feltétlenül hív. Mondd csak! Az alany, mintha gyomakodni kezdene. Lehet, hogy mielőbb akcióba kell lépni. Mi történt? Szerintem már tudja, hogy követjük. Akkor cserélj kocsit. Engedélyt kérek akcióba lépni. Még nem. Majd szólok mikor. Ne légy feltűnő. És véletlenül se kerülj a szem elé. Értettem. Szép napot! Ali, hát mi újság? Ó, szervusz. Már nincs sok hátra, mi? Ha? Nem anyáron mész nyugdíjba? A sortól függ. Majd kiderül. Tegnap jól eltűntél. Az meg a nyakamba szakadt. Ki? Az az újságíró pasas. Csak kérdezés. Mondtam, hogy elég. De szinte vallatott a szemét. Miket kérdezett? Mindenfélét. Emberi jogokról, egyességekről, szabványokról. Mit tudom én? A fogvatartottakról, ez meg az. Mi van a mi emberi jogainkkal? Eldurrant majdnem a fejem. Azzal meg mi van? Parancsnok úr. Mi történt, tanár? Várják önt, az az újságíró. Bent van az irodájában. A főkapitány mondta, hogy Ali parancsnok is menjen át hozzá. Jól van, akkor megyek. Hát jó mulatást, barátom. Mi már túl vagyunk rajta. Most te jössz. Ám legyen. Viszlát. Minden jót, szia. Parancsoljon. Üdvözletem, uraim. Parancsnok úr, jó napot. Bocsásson meg, kicsit raboljuk az idejét. Semmi gond. Jó napot, örvendek. Én is. I'd like to thank the commissaire for agreeing to see me. Először is köszöni szépen, hogy fogadta, hogy szakít rá időt. Jó volt a tegnap este. Jó. Ugye? Csak ne ittam volna annyit. Most bezzeg megmozdulni alig bírok. Akárcsak mi. Szelim is majdnem lekéste a gépet. A gyerek lekéste az iskolabuszt. Nehezen tértünk magunkhoz. Mikor jön haza Szelim? Hétfőn. Nem mész dolgozni? Megyek. Mindjárt megyek.
Alev jól van, ugye, Halil? Tegnap este megint szótlan volt. Jól van, Aileen. Nagyon jó. Tudom, hogy aggódtok. Selim is, te is, de nem az van, amit gondoltok. Selim 30 éve a barátom, de szerinte Alev egy angyal, és én vagyok a rossz. Ne csináljátok, mert nem is tudtok semmit. Legfrissebb hírek, repülőgép szerencsétlenség. A fedélzetén, melyek többsége török állampolgár. De köztük három angol, egy német turista csoport és két iráni üzletember is volt. Megerősítették a hírt, miszerint a szerencsétlenségben a két kapitány, a kísérő személyzet és minden utas életét vesztette. A német biztonsági szolgálat egységei által a helyszínen készített felvételek az imént jutottak el hozzánk. Igen, a képernyőn is ezeket a felvételeket láthatják most. Rendeletes látvány. Aileen. A bátyámmal megbeszéltünk mindent. Apád... Miről beszéltetek? A temetésről. Majd mi elintézzük. Apád a családi sír helyet mondta. Én... Ne! Mit temetek el? Mit rakjak abba a sírhelybe? Beszéltem a légitársasággal. Azt mondták, hogy várjunk, tájékoztatnak.
De fel kell készülnünk, Kylie. Valószínűleg... Mi van? Üresen temetjük el a koporsót. Elaludt. Aylinon, menj, próbálj te is aludni. Menj csak, drágám. Nézd, ha gondolod, holnap átköltözhettek hozzánk. Ne maradjatok itt. Ömernek is segít, itt csak rosszabb lenne a gyereknek. Azt mondom, és neked is jó. Nem megyek én sehova. Aki akar, menjen. Visszahozzák a férjemet. Ide fogják hozni a férjemet. Nem áll a fiam üres koporsó felett. Hogy vannak? Hogy lennének? Sírtál is? Mi? Mit mondtál? Alev, mi az, hogy sírtam-e? Hogy kérdezheted? Csak kérdeztem. De még csak felém se fordulsz. Nem is köszönsz, hogy megjöttem. Meghalt a legjobb barátom, aki 30 éve volt a barátom. És azt sem mondod, hogy részvétem? Lehet, hogy megtalálják. Mi? Szelimet. Lehet, hogy megtalálják, ki tudja. Miket beszélsz? Miket hordasz itt össze? A légitársaság nem mond biztosat, nem te mondtad? Lehet, hogy meg lesz. Na menj a pokolba, Alev. Az ördög vigyen el. Hogy mondhatsz ilyet? Ezt mondtam én neked a telefonban. Nem azt, hogy nincs túlélő. Nem azt mondtam, hogy ha megtalálják a holttestét, ide küldik. Minek magyarázok én itt neked? Miket beszélek? Minek is jöttem ide? Alszom inkább az utcán, az ördög vigyen el. Jobb lesz úgy. Nem tudsz más mondani. Nincs más, amit mondanál, ugye? Ennyit tudsz te mondani, ugye? Beteg vagy. Ha egy vödör gyógyszert is szedsz be, ha 1000 orvos is vizsgál meg, te beteg vagy. Aylinkám, mi történt? Aylin? A légitársaság, anya. Aylin, azt Halilék elintézik. Te anya, minek? Anya, ne, ne. Aylin asszony. Igen. Aylin asszony, kérhetném még egyszer, hogy erősítse meg az utas nevét. Selim Karan, akiről szó van. Igen. Betűzöm, hogy helyese. Samsun, Edirne, Lüleburgaz, Izmir, Manisa. Családnév? Kastamonu, Ankara, Rize, Ankara, Nide. Helyesen mondom? Igen, igen, helyes, igen. Selim Karan, úgy van. Elképzelhető, hogy a férje valami más néven utazott, asszonyom.
Hogy érti ezt? Lehet, hogy más névre lett kiállítva a férje jegye? Nem, ezt én nem is értem. Miért? Nem, az nem lehetséges. Egy kicsit még tudna várni, kérem. Halló? Asszonyom. Igen, itt vagyok, mondja. Aileen asszony, az utaslistán nem látom a férje nevét. Beszéltem a jegyértékesítőkkel, náluk látszik a rendszerben egy Selim Karan névre kiállított jegy, de azzal nem csekkoltak be. Ezt nem értem. A férje nincsen az utaslistákon. Selim Karan nevű utas nem volt a gépen. A jegyet megvették, de nem csekkoltak be vele. Az ilyen esetekben, ha az utas nem jelentkezik a felszállás előtt fél órával, akkor a jegy elveszett, és a gép nem várja meg a csekkéről lemaradt utas. A férje nem szállt fel a gépre, Aileen asszony. Halló? Aileen asszony, halló? Asszonyom? Asszonyom, halló? Aileen asszony? Miket beszélsz, Aileen? Aileen? Aileen, ülj már le! Azt mondják, nem is! Nem is! Volt a gépen! Nem! Nem volt ott, nincs! Aileen, azt állítják, azt mondják, hogy fel sem szállt! Várj csak! Nem te vitted el a reptérre? Hogy lehetne, hogy nem szállt fel? Mondom, kivittem! A terminál ajtajáig! Ott már rohant befelé, és bement! Az egészet nem értem, nem értem, Istenem, Istenem, hogy lehet, hogy... Aileen! Hogy hogyan? Aileen, miért? Mondj már valamit, miért, miért? Nem értem, nem értem az egészet! Gyerünk! De hova? Gyerünk, Aileen, mozgás! De hova megyünk? Aileen, az égszeremére, mondj valamit, mozgás. Kérlek! Nincs itt senki? Engedjék már el ezt a kutyát! Kudretről semmi hír, az ankarai cím üres. Mondd meg az emberednek, hogy találja meg Kudretet. Pénzt akar, itt vergődött nekem a telefonban. Semmit nem kap, amíg nem akad Kudret nyomára. Ne szórakozzon, tegye a dolgát. Ha megtalálja Kudretet, megkapja a pénzét. Ha nem, akkor neki is annyi. Rángasd meg a fülét, hogy értse a helyzetet. Értettem, Doki. És a parancsnok? Ajánlatos lenne minél előbb akcióba lépni, Doki. Szorul a hurok. Várj, amíg szólok. Leteszem. Parancsnok úr. Egész mostanáig tartottam magam. Hány napja már? Feride ki van. Az a lány még jobban. A gyerek meg. Ki tudja, hogy hogy van. És én is. Én, ha elkezdek sírni, engem nem csitít le semmi. De hiszen a testvérem veszett oda. Sajnálom, uram. Ez borzasztó. Nem is tudom, mit mondjak. Nézze csak! Halil és Aileen. Már egy órája kereslek. Nincs nálad a telefonod. Azt mondták, itt lehetsz. Mi van? Tudtok valamit? Selim életben van. Mi az, hogy él?
nem száll fel a gépre. Ez mit jelent? Hol van? Azt nem tudom. Elkeveredhettek a papírok, nem tudom. De megőrülök. Most él vagy meghalt. Csináljunk valamit. Gyerünk. Gyerünk, gyerünk. Indulás. Gyerünk! November 2-a, nemzetközi járat, indulási oldal. Itt látszik a forgalom. De lehet, hogy a második kapu előtt álltunk meg a kocsival. Jól van, akkor nézze egy kicsit korábbról is. Gyere, állj, ülj csak le ide. Állj, állj, állítsa meg. Ott van a mi kocsink. Belső kamera, azonnal. Kész van, főnök, ott megy önnél. Átment az érkezési oldalra. Keres valakit. Szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette.